Trianon az a nemzeti vagyon szempontjából egy olyan mérhetetlen sebet okozott, amelynek az lett a következménye, hogy az 1920-as össz nemzeti vagyonnak mindegy 38%-a maradt csak meg Csonka Magyarország számára. Történelmi tény, hogy az első világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi békediktátum delegációi a világháború kitöréséért egyedül a Magyar Királyságot büntették meg. A békediktátum következményeként a Magyar Királyság területe 325.411 négyzetkilométerről 92.863 négyzetkilométerre csökkent. Lakosainak száma 20.886.000 főről 7.615.000 főre csökkent. A békediktátum következtében Magyarországot többek között az alábbi veszteségek érték. Az ország összes arany, ezüst és sóbányája, a szénbányák 80%-a, az erdők 90%-a, vasútvonalak és az ezekhez tartozó vasúti szerelvények, a felbecsülhetetlen értékű műkincsek, Fiume, az egyetlen tengeri kikötő elvétele, az összes tengeri és folyami hajók. Magyarországot 300 millió dollár kártérítés megfizetésére is kötelezték az alábbiak szerint. Oroszország részére 200 millió dollár, Jugoszláviának 50 millió dollár, Csehszlovákiának 50 millió dollár.